Október végén kezdtük el a munkálatokat. A DC Dunacom Kft. Volt a fővállalkozó, és a Pavir Kft. Volt a végén az alvállalkozó. A végül is egy 800 folyóméter hosszon készült el a közvilágítás 30 lámpatesttel, így biztosított az esti futás is. Az Ürgemezei strand mellett 2014 nyarán készült el a 780 méter hosszú gumiborítású futópálya. A villanyvilágítás kiépítéséről lakossági kezdeményezésre döntött az önkormányzat. Sokan használják ugyanis a pályát, de mivel a város szélén található és távol esik a lakott területektől, sötétedés után csak megvilágítva használható biztonságosan. Az oszlopokon a költségtakarékos, ledes világítótestek december óta üzemelnek. Köztéri világításokkal hasonlóan világít, tehát sötétedéstől világosodásig, ugyanúgy, ahogy a köztéri lámpák, itt is folyamatosan a megvilágítása a futópályának biztosított. Ez most, amikor leesett a hó, és nagyon sokan használták itt a szánkódombot, akkor is hasznos volt, mert régen itt sötét volt, nem lehetett igazán látni azt, hogy milyenek a körülmények. Most nagyon sok gyerek, nagyon sok felnőtt volt kint az elmúlt időszakban, hóesés után is tudták használni itt világosan a hódombot is, nem csak a futópályát. Az önkormányzat hiába kéri a polgárokat, hogy a futópályát csak futásra használják, többen felelőtlenül járművel is felhajtanak rá. A gumiborítás emiatt több helyen megsérült, a rekonstrukciós munkálatok azonban csak tavasszal végezhetik el a szakemberek. A 2016-os esztendőben a tervek szerint a területet továbbfejleszti a település vezetés. A következő lépés az extrém park kialakítása lehet. A tervezése megtörtént, és a kivitelezése a következő időszakban is meg fog történni, és nagyon fontos az, hogy a megközelíthetőség is biztosított legyen. Tehát terve van az, hogy itt az uszoda mögötti területen lesz egy olyan bejárási lehetőség, ami az egyszerűbb megközelítést biztosítja, illetve a biztonságosabb megközelítést, mert sajnos ez a kis út, ami ide bevezet az úszodához, ez közös használatú, a gyalogosok és a gépjárművek is használják, és azért elég balesetveszélyes ilyen szempontból, tehát ezt szeretnénk elkerülni, hogy itt bármilyen baleset legyen ezen a területen, tehát egy könnyebb megközelítést szeretnénk biztosítani ehhez a területhez.